Vetőima projektről van szó tulajdonképpen, mert ugye ez folytatása a kukorica vetőima programnak. Vásároltunk 100 tonna, jelenleg 100 tonna, de még 80-at akarunk vásárolni. 180, összesen 180 tonna vetőmagot, csávázott első generációs, hogy hívja, hogy mondják azt, vetőmagot, és mellé adunk 120 kiló műtrágyát egy hektárhoz. Ezt akarjuk most megbeszélni itt a megjelentekkel, milyen formában, hogy, merre, meddig. Mert hát azért vagyunk, hogy a gazdákat támogassuk, ugye. Hát, hogy milyen feltételei vannak, az ugye elsősorban az, hogy fegyelem és rend legyen benne. Azért, tehát az kaphat vetőmagot, aki eddig mindig rendesen viselkedett a KMVS-szel szembe, elszámoltak a felajánlott dolgokkal, például a kukorica vetőmagból, amit felajánlottak, elszámoltak vele. Második, a föld tulajdonjogát meg kell mutatni, de ha nem is a tulajdonjogot, de a földet meg kell mutatni, minden egyes falugazdásznak meg kell mutatni, hogy itt van a föld, ide fogom elvetni, és a vetésnél jelen kell, hogy legyen a falugazdász, hogy tudjuk, hogy elvetették a magot, és oda vetették el. És fel kell jogosítani minden falugazdászt, hogy bármikor és bármilyen időszakban ellenőrizze a vetés állapotát, ugye, hogy fejlődik a vetés. Már harmadik éve csináljuk ezt a programot. A tavaly ugye a kukorica program volt, tavaly előtt is volt belőle valamennyi, mert akkor még csak éppen alig kaptunk valamit. Tavaly már 500 millió forintot kaptunk és vettünk 12 ezer zsák vetőmagot. Azt osztottuk el az embereknek, és hát elég jó eredményeket produkáltak belőle. Ugye a vetőmag Magyarországról érkezett, és martonvásári vetőmagok voltak jók. Ez folytatása annak, de most helyben vásárolunk vetőmagot Ukrajnában, de külföldi az is, csak Ukrajnában van egy forgalmazó, akit felfedeztünk, és most már tőle sok mindent vásárolunk. Műtrágya is, német műtrágya Lengyelországból jön, tehát nem akármilyen műtrágyáról van szó. Hát olyan 200 személyre számítunk, akire is kíván venni, jelenleg körülbelül annyian vannak feliratkozva, de folyamatosan fogadjuk az embereket, aki akar, részt vehet benne.